figyelmeztetni. Csizek Tibor több mint 4 évtizedes rendőri hivatását végig Fejérvár megyében végezte szívből, alázattal és példaértékű hivatástudattal. Az ezredes pályafutása során az emberközpontú rendőrségben hitt, amely a civilek és az állomány irányában is megmutatkozott. A rendőri vezető úgy vívott ki tiszteletet magának, hogy mindvégig bízott a munkatársaiban, és ha arra volt szükség, kiállt értük. Temes István volt az első parancsnok, ami alosztályvezető volt a bírói osztályon belül, és mindig így szoktam fogalmazni, hogy ő mutatta meg nekem azt, hogy hogyan lehet és hogyan kell emberekkel foglalkozni, meg hogyan. Nem lehet, azt később megtanultam, de nekem a kiinduló pont mindig is ez volt. Csizek Tibor 1983-ban a rendőrtiszti főiskola megkezdésével került a rendőrség kötelékébe. Majd a megyei kapitányság bűnügyi osztályán teljesített szolgálatot, ezután átkerült az ügyeletre, és annak vezetőjévé is kinevezték. 2004-ben Mór, 3 évvel később pedig Székesfehérvár rendőrkapitánya lett. 2012-ben a Vármegyei Rendőrség bűnügyi főkapitány helyettese lett, és itt szűnt meg a szolgálati jogviszonya is, miután elmúlt 65 éves. Az ezredes munkáját korábban polgármesteri elismerő emlékéremmel jutalmazták, de Cserpalkovics András szerint az, amit az ezredes a székesfehérváriakért és a Fejérvár megyeiekért tett, az példaértékű. A polgármester a több mint 4 évtizedes pályafutás kapcsán kiemelte, Csizek Tibor rendőri vezetőként sem változott meg, mindvégig emberséges maradt. Ebbe a pillanatban is illik neki megköszönni a város közössége nevébe azt a szolgálatot, azt a hivatás szeretet és tudatot, amit ő végzett. Igazi példaértékű munka az, amit ő végzett, és miközben a munkát végezte, közben pedig egy nagyon-nagyon jó ember, akivel élmény beszélgetni, egy nagyon sajátos humora van, és a humorát egy ilyen bölcsességgel együtt adja át. A fogadáson a jegyző, az alpolgármesterek és a közbiztonsági tanácsnok is köszöntötte a nyugdíjba vonult rendőri vezetőt.